Mai Nagykörű című közéleti magazin műsorunk második részének vendége Gubcsó Gyöngyvér, kezét csokolom. Jó estét kívánok! Gyöngyvér a Magyar Állami Operaház gyermekkarának karvezetője. Érdekes lehet a munkája, majd mindjárt beszélünk is róla. Ha laikus meghallja ezt a szót, illetve megpróbál mögé gondolni, hogy ez a munka hogyan szerveződik és hogyan folyik, akkor nem biztos, hogy túl sok fogalma van a dolgokról. Ugye gyermekek az operai irodalomban ezt választottuk mi beszélgetésünk alcímévé. Elgondolkoztatott tényleg, hogy milyen szerepet tudnak a rendkívül tehetséges gyermekek vállalni a különböző gyönyörű művek színpadra vitelében? Hát azokat a szerepeket vállalják, amit a zeneszerzők beleírtak, és a szövegírók. Nagyon sok darabban szerepelünk, és egyre többen. Ezt mondhatnám nagy szerencsének is, és kitüntetésnek is, és mondhatnám úgy is, hogy borzasztó sok munka. Mert a gyerek első feladata, hogy tanuljon. Így van. De gondolom, hogy azért élvezik is, még akkor is, hogyha munka. Azt hiszem, ők nem fogják ezt munkának föl. Uh-huh. Számukra ez egy sokszor nagyon fárasztó, pótolni kell az iskolába, később érünk haza, be kell jönni próbára, délelőtt is be kell jönni próbára, de nekik ez nem munka. Abban a pillanatban, hogy ez munkává válik, akkor már azt hiszem, hogy nem szeretnék csinálni. Mert ez nekik egy mai szóval élve buli, hogy ők ott lehetnek, és megismerkedhetnek olyan énekesekkel, akikkel egyébként soha nem ismerkedhetnének meg. És gondolom csodálják is őket, vagy kedvelik. Érdekesen beszélgetünk majd arról, hogy hogyan választodnak ki azok a szerencsés gyermekek, akik egy-egy ilyen nagy operában és nagy művészek mellett színpadra állhatnak. De gyakorlatban, maradjunk egy picit szárazak még itt a beszélgetés elején, gyakorlatban ez hogy működik? Tehát megvan határozva az iskolai tanmenet, illetve az órák, plusz az operában a próba, ezt nyilván egyeztetni kell, és akkor menjünk onnan, hogy egy gyerek fel kell mondjuk reggel 6 órakor, elmegy iskolába, és körülbelül mikorra ér haza, akkor, hogyha az operában is van próba? Az operában általában, ami a kórus próba, tehát amikor mi betanulunk egy-egy darabot, az kedden pénteken van, ezen kívül hétfő, szerda, csütörtök, szombat, vasárnap, szóval ahogy adódik, de a hivatalos próba az a kicsiknek hétfőn, a nagyobbaknak, tehát a felső tagozatosoknak kedden pénteken. Fel kell, elmegy az iskolába, hogyha nincsen délelőtt színpadi próbája, akkor szerencsés esetben végigüli békességben az iskolai tanóráit, tanulja a fizikát, a kémiát és mindent, amit más gyerek tanul. Az éneket, aki a mi iskolánkba jár kifejezetten, az emelt szinten. Tehát egy héten 4 énekórájuk van, míg egyébként 1 vagy 2 vagy másfél, 2 héten belül. És ezek után jön próbára, vagy elmegy hangszerórára, elmegy szolfézsórára, ha még energiája marad, mert ilyen gyerekünk is van, atletizál, vagy éppen versenytáncos, már 8. kora óta. Tehát elmegy a zeneiskolába, a bukfencórára, mindenféle külön foglalkozásra, és este a jelentkezés idejére bejön az operaházba, és várja, hogy mi következik. Színpadra kerüljön. Igen. De ez sem csak úgy megy, hogy akkor felugrunk a színpadra, hanem ott előtte beéneklünk azzal a csapattal, aki éppen aznap estére be van osztva, áténekeljük a darabot, átveszük, hogy melyik jelenetben milyen mozgásformák vannak, felöltözünk, megnézzük, hogy úristen, most kinőtte ezt a jelmezt, akkor egy nagyobbat adunk rá, és akkor egyszer csak szól a hívó, hogy a gyermekkart kérjük szépen fáradjon át az operába. Még ha nagyon szép is, azért itt egyfolytában hallgatom önt, és abba gondolok bele, hogy mennyire lehet ez fárasztó. Mert igen, mert ha azt mondjuk, hogy gyermekkar, akkor mindenki arra gondol, hogy kóruspróbák, énekóra, szolfézs, amit tetszett említeni. Bele sem gondolunk abba, hogy színpadi próbák. Hát persze, hogyan is épülne föl egy darab? Nekik a darabban kell aktív szereplővé válni. Színpadi próbák akkor nagyon nehéz a helyzet, amikor egy-egy új darabot mutatunk be. Vagy felújítás van. Régen ment, és akkor sok új gyereknek kell betanulni. Na most, hogyha egy új rendezés van, akkor
sok a színpadi próba, ami a felnőttek munkaidejéhez kapcsolódva délelőtt van. Ez bizony nagyon nehéz. Mert akkor az iskolából ki kell őket kérni, de az aznapi tananyagot pótolni kell, mert nem mindenkiből lesz zenész, hiszen akkor Dunát lehetne rekeszteni a zenészekkel, ha ez sok kis gyermek, akit énekel, már csak aki az én működésem alatt énekelt is zenészé vált volna, bár van közöttük jó néhány. És akkor utána vissza kell zökkenni, meg kell kérdezni a leckét, és minden egyéb ilyen. Tehát ez akkor nagyon nehéz, amikor egy ilyen időszak van. Egyébként pedig, amit a színpadon nekik produkálni kell mozgásban, ha nincs rá ennyi színpadi próba, akkor azt mi a kollégákkal szoktuk nekik megmutatni, az öregebb gyerekek a fiatalabbaknak bekerülnek a színpadra úgy, hogy nem volt színpadi próbájuk, mert nem volt színpadi próba abból a darabból, mert tavaly évvégén ment, és most csak egy van, és valami oknál fogva nem kerül bele abba, akkor a nagyra ráakasztjuk, az viszi magával, és így szépen betanulnak. Nagyon érdekes mindent. Dolgot tetszett említeni, hogy nagyon sok gyerek fordul meg a karban, kevés válik művészé, tehát akkor ez tulajdonképpen egy ilyen kellemes, kulturált kalandozás, még akkor is, ha ennyi rengeteg munkával jár. Sokaknak igen. Sokaknak igen, és amikor a szülők rémülten látják, mikor bekerül a gyermek, és akkor meglátják a mi próbarendünket, akkor a fejükhöz kapnak, hogy Úristen, itt mi fog történni. Miért is engedtem én ezt? Igen, körülbelül ezt látják. Ugyanakkor én minden szülői értekezleten elmondom, hogy tessék csak azt elképzelni, hogy mennyivel jobb, hogyha a gyerek itt van, énekel, megismeri az opera irodalmat, mert természetesen, ha megkérdezik tőlük, hogy miről is szól a darab, akkor így néznek, noha mindig elmondjuk. Meg azért egy idő után csak beletanulnak, de hát aki egyszerre öt operába bekerül hirtelen, az nem tudja gyerekfejjel mindnek a történetét végigvezetni. És mindig mondjuk, hogy inkább itt legyen, mint hogy csavarogjon, mint hogy rossz társaságba kerüljön, mert itt kultúrát kap. És nem kis tudást. Igen. Mert egyébként, ha belegondolunk, én nekem, bevallom őszintén, egy picit kutakodtam is, mert beszélgetésre készülve elkezdtem gondolkozni azon, hogy Úristen, milyen operákban is van gyermekkórus vagy gyermekkar. Hát ami eszembe jutott azonnal, az a Varázsfúvola, meg a Jancsi és Juliska, ugye Mozart Varázsfúvola. De közben ez is felisítem. A Toszkában is van Puccini, Verdinél a Macbethben is van, és még ezer operában egy pár nagyot próbáltam így ide citálni, és ezek akkora volumenű operák, hogy egészen biztos csodálatos lehet a résztvevőjének lenni, akár gyerekként is. Igen, hát Puccinit említette, Toszka éppen a jövő héten kezdődik egy sorozat, a Bohém élet, ami karácsonykor volt, a Turandot, amiben elejétől végéig megjelenünk három ízben, aztán a Gianni Schicchi, amiben szóló van. Puccini szintén. Igen, igen. A Macbethben ott szólista gyerekek vannak, ott az a jelenések közül kettő az gyerek. A Varázsfúvolában a három fiú, ami szólista szerep. Ezen kívül még azért a Carment ne felejtsük Carmen, ki, bizony. Mert az a gyerekek egyik kedvence. És Bizet, ha már itt igen, tartunk, és mindenkinek megemlítettük. Aztán, ami éppen most az elmúlt időszakban kezdődött el megint az új széria, az a Boító Mefisztofele, ami szintén egy nagyon nagy falat a gyerekek számára is. Maga a történet is nagyon nehéz történet, a rendezése is nagyon elgondolkodtató. Ott és biztos még nagyon szép is lesz, de a kérdés evidens, bocsásson meg, Gyöngyvér. Az utánpótlás nagyon fontos, vagy számomra ez egy logikus következtetés, ha már gyerekekről beszélünk, azt tudjuk, hogy Szebelédi Valéria vezetésével, csak sikerült kimondanom, kezét csókolom, Valika, elnézést, van egy nagyszerűen működő kórus itt a Terézvárosban, az Erkel Ferenc általános iskola keretein belül. Nekik van egyébként a Magnifikát kórusa is, aki már kórus olimpiát nyert, azt hiszem több ízben is. Tehát ilyen tekintetben van utánpótlás elége, vagy merre felé lehet körbenézni, honnan lehet gyerekeket találni különböző produkciókhoz, természetesen azután, hogy felkészültek és meglettek tanítva. Tehát mennyire nehéz gyerekeket toborozni magyarul? És akkor legyen nehéz, ez a konklúzió. Igen, nagyon nehéz a gyerekeket
gyerekeket toborozni, tulajdonképpen nem a Magnifikát kórusból vannak az operaházi gyerekek, hanem eredendően ide ebbe az Erkel Ferenc általános iskolába, ami akkor még csak Szív utcai volt, tehát nem volt külön neve, ide jártak azok a gyerekek, akik az operaházban felléptek. És 1970 óta Botka Valéria volt ennek a fő mentora. És Csányi akkor, László is egy darabig, igen, vagy volt átfedés legalább? Az utolsó két az év. Az operában, a rádióban. Igen, a rádióban ott azt hiszem végig együtt voltak. És akkor Vali ezekből a tehetséges gyerekekből, hogy jó, az opera az az, az opera, de hogy egyéb kórusműveket is énekeltünk mi az operaház gyerekkarával, de ő itt az iskolában ezt külön egy kis csapatot hozott létre, hogy ezt is tudják énekelni. Most már ezek a gyerekek nagyjából fölnőttek, és kicsit idősebb korosztály lett a Magnifikát. A gyerekeket honnan tudjuk toborozni? Hát először is az iskolában szeretnénk, tehát a felvételizők közül úgy hirdetjük meg, hogy a zenei tagozatra, aki felvételt nyert, az egyben az operaház gyerekkarának a tagjává is válik. De nem csak innen vannak gyerekek, hanem tulajdonképpen ez egy Budapest minden kerületéből összeáll. Nehezebb azokkal, akik más iskolába járnak, nem azért, mert rosszabbak, hanem azért, mert a szervezés az több időt elvesz, mint a zenei munka. Igen. Tehát több iskolából ilyenkor február-márciusban lehet jelentkezni, akkor van egy meghallgatás, mert természetesen jó hallás, tiszta hang, és ami nagyon fontos mindenütt, fegyelmezettség. Mert a gyerekek szeretnek rohangálni, és ezt teljesen egy színpadon nem lehet. Módon, igen. Hát kemény szabályai vannak a színháznak. Nagyon kemény szabályai vannak. Mert hogy főleg az operában. De egyébként minden színházban, tehát a profizmus az profizmus. Ahhoz hozzátartozik, hogy igen, viselkedni is kell. De közben meg gyerekek, és a gyerek meg persze, hogy rohangál, meg időnként rosszalkodik. Tehát ami nagyon fontos, bárhonnan lehet jelentkezni, bármelyik igen. kerületből, egy a lényeg, hogy hallás legyen, hang legyen, illetve igen. képesség arra, hogy mindezt meg tudja tanulni, ami igen. a követelmény. Igen. Ez az elsődleges, hogy hang, hallás és képesség. És természetesen ez úgy működik, hogy már az első osztályosok, akik a mi iskolánkba jönnek, és oda várjuk szeretettel az első osztályosokat most is, a jövőre beiskolázandó gyerekeket, ők már akkor elkezdik az emelt szintű énektanulást. És aztán utána természetesen a magasabb évfolyamokban is vannak olyan gyerekek, akik később csatlakoztak hozzánk. Tehát elsőtől hatodik osztályig érdemes jönni, mert akkor még belefér. Ugye egy idő után ugyan gimnazistákat még becsempészünk a darabba, hogyha olyan a termetük meg a kinézetük, de egy fiú elkezd hetedikbe mutálni, nem, akkor nem. már hiába jön, a gyerekkarban nem tud részt venni. De egyébként ez egy ilyen jó pofa, jó hangulatú társaság, azon kívül, vagy kar, gyermekkar, azon kívül, hogy persze természetesen rosszalkodnak is. Nem mondhatom, hogy meg kell tőlük bolondulni, csak egy kicsit. Csak egy kicsit. Ez nem látszik önön. Helyesek, kedvesek, természetesen vannak kis csoportok, akik egy osztályba járnak, vagy jól összebarátkoztak. Voltunk például 2013-as évben két koncertet tartottunk jótékonyságit az én debreceni iskolámért, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskoláért. Boldogan jöttek a gyerekek, nagyon jól érezték magukat, egy csapat volt, ahogy mentünk, ahogy jöttünk a busszal, ott szállással, tehát nagyon, szóval úgy együtt meg tudják élni ezt az egészet. Akkor is a koncert, akkor is a opera előadás. Ez nagyon jó, és még nagyon sokáig tudnék ezzel, ugye, erről önnel beszélni. Nagyon gyorsan, ha valaki érdeklődik, akkor vannak elérhetőségek, igen. van honlapjuk, igen. minden információt megkapnak, természetesen a mi információs telefonszámunkon keresztül is érdeklődhetnek, és akkor mi segítünk. Hát remélem, hogy a toborzás nem lesz probléma, én legalábbis ezt kívánom, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy beszélhettem erről a számomra kedves munkáról. Kedves nézőink, Nagykörút című közéleti magazin műsorunk 9. évfolyamának 6. adását látták. Ezzel a műsorunkkal jövő héten hétfőn a szokásos időben ismét találkozhatnak. Én akkor is számítok majd megtisztelő figyelmükre. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok!